Mikor jött létre ez a galéria? Novemberben vagyunk itt a Kazinczy utcában. Ferdinánd Galéria átfogó néven már így a város különböző pontjai voltunk, de ezt az utcát gondoltuk a legalkalmasabbnak arra, hogy azt a fajta szellemet, azt a fajta kiállítást és a mai kortársat, elsősorban magyar, de nemzetközi is, képviseljük abban a szellemben, ahogy mi gondoljuk. Szabad szellemben kiállítani alkotásokat, ami teljesen független kortól, nemtől, végzettségtől. Maguk az alkotások beszélnek arról, hogy miről szól a művészet. Hogyha nem szól magáról a szabadságról, akkor egyszerűen nincs is értelme. Lényeg az, hogy mi pont próbáljuk azt képviselni, ami szerintünk a legfontosabb. Hogyan kerülnek ide a képek? Évek óta foglalkozunk művészettel, több ágon vagy több kategóriában, nagyon sok ismerősünk van, folyamatosan ismerik meg Kazi 30-at is, terjedünk szájról szájra, megtalálnak minket az emberek, megismerkedünk, és hogyha kölcsönösen úgy látjuk, hogy itt a helyük, a műveknek, az alkotásoknak, akkor ide kerülnek. Teljesen közvetlen élő kapcsolat az egész. Nyereséges vállalkozás? Ez nem vállalkozás, nem is lehet üzleti szinten megemlíteni, ez teljesen egy non-profit tevékenység, ez egy műterem, a kiállítás az egy nagyon fontos része, de ezt a helyet valóban használjuk műteremként, tehát itt többen dolgozunk, illetve dolgoznak, általában festenek, illetve festőkurzus is indítottunk már, a jövőben majd meglátjuk, hogy még milyen kurzusok lesznek. A lényeg, amit szeretnénk ezzel az egésszel, hogy az emberek bejöjjenek erre a helyre, bemerjenek jönni nyugodtan, jól érezzék magukat, a festés által és a szavak által tényleg egy élő, közvetlen átadás legyen az, amit szeretnénk, és divatba hozni azt, hogy igenis nézzék meg, hogy mit alkotnak az emberek, és divatba hozni azt is, hogy mondjuk egy kortárs művésztől tegyenek ki a falra egy alkotást. Növekedett a látogatottság? Igen, egyre inkább növekszik, és ez nem csak annak köszönhető, hogy ugye először a tél, majd a tavasz következik, és ezzel együtt nyilván vagy többen mennek ki az utcára, hanem tényleg gyorsan terjedünk. Szerencsére a magyar emberek körében is, de több külföldi visszatérőnk is van, illetve ők is adják az infót egymásnak.